Sziasztok! Szeretnék mindenkit köszönteni a Dota 2 bemutató és egy rövid tutoriál, vagy inkább ismertető videóban. Hát azért csinálom ezt most, mert régen dotáztam még a Dota 1-jel, és akkor eléggé szerettem, csak nem volt időm, meg nem tudom én vele foglalkozni. Így abba hagytam, és most kaptam valakitől, egy kedves barátomtól meghívót, hogy magára a játékra kaptam hozzáférést, egy Dota 2 kulcsot hozzá, így kipróbáltam én is, és hát sok minden változott a régihez képest, de még mindig nagyon tetszik, és mióta megy is a játék, azóta hát napi szinten tolom most már, ez pénteken volt, és mostanig már elég sok meccset lejátszottam, több mint 15 órát toltam vele. Úgyhogy igen, csak megtetszett. Itt látszik is, van statisztika, ezt a játékot Steamen letölthető, nem tölthető le, de hogyha írtok nekem üzenetbe, hogy szeretnétek ti is játszani, akkor tudok küldeni rá meghívót, így nem kell fizetni érte, tök ingyen tudtok játszani. Főleg azoknak, akiket ismerek, mert most akárki jön nekem, hogy nekem is kell, az úgy nem fog működni. Ha fel vagy iratkozva rám, és mit tudom, én ismerlek valamennyire, vagy írsz egy normális üzenetet, akkor kaphatsz. Na. Hát itt van statisztika, hogy hányszor nyertem, milyen szinten vagyok, tehát első szinten vagyok azért, mert sokat játszottam gyakorló módban, hogy tanuljam meg azért, hogy az újdonságokat én is, mert csak régen játszottam, és már nem emlékszek mindenre. Illetve azért, mert van ebben a játékban egy olyan, hogyha játék közben, ha online játszol mások ellen, és játék közben te kilépsz, mielőtt vége lenne a csatának, akkor kapsz büntetést. Most pontosan nem tudom, hogy mennyi ideig, de egy bizonyos ideig hiába nyersz, nem tudom hány meccset, nem kapsz pontokat, se semmit. Szóval van egy ilyen büntető cucc is benne, szóval olyankor üljetek lejátszani, mikor tudjátok, hogy van is 20, 30, 40, 50 percetek, hogy végigjátszátok azt a meccset. Mert máskülönben lehet, hogy egy fél napig hiába játszatok, vagy egy napig, mert nem fogtok kapni semmi pontot. És az úgy nem jó, mert egy idő után megunod, hogy mind játszol hiába. Na, tehát ez lenne a lényeg. Itt látszanak a Steam-es barátok, mutatja, ha valaképpen játszik, tudsz hozzá csatlakozni, meg tudod nézni, hogy ő játszik. Na, hát bal oldalt fent a menüben van egy beállítás. Itt rengeteg beállítási dolog van, ez maga az irányításnál. Egységek, képességek, beállíthatjuk az összes cuccot billentyűzetre, hogy mivel, hogy csináljon, mit csináljon, mit tudom én, tárgyak, játékosok, metajáték, néző, van direkt játékfül, automatikus támadás, automatikus tárgyvásárlás, ezt be is kapcsolom, idézetek autó kiválasztása, csapatba hívás engedélyezés, tehát rengeteg, sok minden van itt, kezelőfelület, hálózat, van maga a kép itt is, attól függ, hogy milyen videókártyátok van, milyen erős a gépetek, itt megint be lehet állítani rengeteg dolgot, van haladó szint is. Maga a játéknak nagyon szép grafikája van szerintem ahhoz képest, de a menü is nagyon dizájnos. Na, tehát a beállítások az ennyi lenne. Itt a ma menübe, itt van egy blog, ide tesznek be bejegyzéseket, folyamat minden nap, újdonságokat. Tehát ezek frissülnek, rá lehet menni, betölti, olyan, mint hogyha egy browser lenne maga a játékba. Tehát szerintem nagyon jól meg van oldva. Lent itt vannak információk, vannak hírek is, nem csak blog bejegyzések, Dota 2 fülhallgató, háttérképek, mit tudom én, vannak frissítések. Február 21-én volt is frissítés, új hírókat tettek be, és sok javítják, folyamatosan fejlődik a játék, szóval folyamatosan kapjuk az újabbnál újabb hősöket, képességeket, javításokat, stb.
Van International, ezt nem is láttam, nem néztem még meg, hogy mi. Winners. Hát itt gondolom van ilyen championsokat lehet csinálni. És gondolom azoknak az eredményeik, stb. Na hát van itt egy áruház is, ahol lehet vásárolni kiegészítőket. Van, hogy top sellers, a legtöbbet eladott, ilyen 2 euró, meg mit tudom én, de nem muszáj vásárolni, tehát csak hogyha kell nekünk valami spéci cucc. Vannak csomagok is, hogy miket kapsz, bla bla bla. Felszerelések, eszközök, bajnokságok. Csinálhatsz bajnokságot, csapatokat, vagy csatlakozhatsz egy csapathoz, vagy mit tudom én. Ezekkel nem foglalkoztam soha. Hátizsákokat, csak ez nekem még nincs. Itt vannak a hősök, tárgykiosztás, tehát itt is meg lehet venni a hősünket. Csak gondolom, hogy mindig mi vagyunk vele. Műhely. Lehet csinálni, és csináltunk mi is kiegészítőket, hősöket is csinálhatunk, amit majd később a feltöltjük, és azt ellenőrzik, megnézik, mit tudom, és hogyha megfelel, akkor akár bekerülhet a játékba is. A játékmenüt egyelőre kihagyom. Van a meccsnézés, itt be van állítva, hogy mikor játszanak, mikor vannak szezonok, mit tudom, és ezeket élőben lehet közvetíteni, vagy megnézni. Mikor van élőadás, itt a meccsnézés alatt van egy ilyen kis leírás, hogy élőadás. Rákattintunk, mit tudom én, betöltés, már nézhetjük is, hogy ők hogy játszanak. Vannak bajnokságok is, ezek is folyamatosan élőjáték, itt majd fogja mutatni. Itt van az élőjátékok, és mikor kezdődik, 1 óra múlva lesz élőjáték, ezt meg lehet nézni. Sírja, hogy mikor kezdő, mennyi idő van még hátra, ki, milyen csapatokkal, kik fognak abban játszani. Friss játékok, most kik játszanak, ilyenek. Van egy tanulásmenü, új hős összeállítás, létrehozás, műhelyböngészés, és ilyesmi. Enigma, ez az alapértelmezett szucmert. Van egy ilyen közösségi funkció, lehet csoportot létrehozni. Valószínűleg fogok is csinálni egy csoportot, és akik YouTube-ról, a megtekintők, akik jönnek, azokat megkérek majd, akik kapnak invitet, hogy ehhez a csoporthoz csatlakozzanak, és akkor könnyebben tudunk mi együtt játszani majd. Itt vannak csoportlisták, milyen csoportok vannak, dicsőség csoportok, csarnoka, vagy mi az Isten. Szóval ez. És akkor itt van a játék. Van játékkeresés, tehát meccskeresés, együttműködő bot meccs, hogyha nincs elegendő játékos, akkor játszott az üres helyekre botokat tesznek be, csoportos meccskeresés, tehát ez maga az online rész, ez a három. Vannak a privát játékok, amikor mi mondjuk a barátaink ellen játszunk, és meghívunk barátokat, vagy valami, vagy van az új váró, itten játszhatunk akár csak a botok ellen is. Gyakorlás egyedül, tehát ilyen is van. Tanulj meg játszani leckék, küldetések játékmentorral. Ez látom nem aktív, szóval nem tudok róla nyilatkozni. Van egy ilyen játékos aktivitás, itt mutatja, hogy melyik országból és milyen országokban játszanak most a legtöbben. Jelenleg 95.777 online játékos van, ami este fele sokszor 3-400 ezer fölött van, szóval rengetegen játszák. Na, menjünk vissza. Itt vannak még váróbeállításai, lehet jelszót tenni, hogy ne tudjon akárki bejönni, nézők, hogy lehessen-e nézni, botok, itt, hogy milyen mappokat tegyen be, szerver helye, hogy hol legyen, tehát ez a ping miatt jó beállítani esetleg. Kezdőcsapat, véletlen, radiánt, meg lehet állítani, mivel igen, két csapat van egy játékban, tehát mikor valaki játszik, vannak a radiantek és a dire. Tehát vannak a jók és a rosszok, úgymond a pokol és a mennyország, akik harcolnak egymás ellen. Ezt ilyen hülyén mondva. Hát itt sok mindent lehet állítani. Na. Hát én most egy ilyen offline játékot fogok indítani itt az újváróba, mivel ez egy bemutató, szóval nem fogok itt szenvedni a küldetéssel.
hogy online állandóan kinyírjanak, mert inkább itt a bemutató részen vagyunk. Tehát az a lényeg, hogy kiválasztjuk, hogy melyik csoportba akarunk lenni, a jók között, vagy a rosszak között. Belépés ide, oda kattintunk, akivel szeretnénk lenni, vagy tehetünk, mert botokat is. De első, hát legyünk mi. Belépés ide, teszünk, adunk még hozzá botokat. Én most passzívot adok, hogy minél egyszerűbb legyen, hogy ne legyen túl hosszú a videó, de tudjak elmagyarázni mindent. Ne kelljen azzal foglalkozzak, hogy most le fognak támadni. Beteszek én hozzám két darab passzív botot. Egyelőre csak 3-3 ellen fogunk menni. Direkt azért, hogy ne legyen nagyon hosszú a videó. Kiegyensúlyozott keverés itt, hogyha egyik helyre teszünk erősebb botokat, vagy más játékosra, mit tudom én, ezt beállítjuk, akkor ő úgy forgatja a botokat, meg a játékosokat, ahogy jó lesz mindenkinek. Itt is vannak beállítások, mit tudom én, mindegy. Ezek itt szerintem nem nagyon fogja senki babrálni. Max, hogyha valakit akarunk még hívni a játékba, és akarunk jelszót tenni, meg ilyesmi, amiről már beszéltem. Na, hát rákattintjuk a játék indítására. Elkezdi tölteni a mappot. Fontos megjegyezni, hogy ez egy nem túl erőforrás igényes gép, tehát hogyha leveszünk mindent minimumra grafikai szinten, akkor is viszonylag szép a játék, és játszható egy régebbi gépen is. Tehát itt vannak a hősök, ahogy látjátok, rengeteg van. Fent írja a bal oldalt a mi csapatunkat, hogy ki milyen hőst választott. Jobb oldalt az ellenfél. Lehet állítani itt, hogy milyen szerepet rakjon a mi játékosunknak. Támadás típus szerint is lehet rendezni, tulajdonságok szerint, stb. Na hát én kiválasztom az egyik kedvencemet, a Viper-t. Itt rámegyünk, mindenre ír róla információt, de most én be is megyek, mert kidob. Tehát itt is van, vissza a böngészőbe, vissza lehet menni, hogy válasszunk újat, hogyha ez esetleg nem tetszik, vagy játszhatunk. Itt vannak még információk, de ez most lényegtelen. Ezt mindenki majd látja, mikor játszik. Tehát be is léptünk. Az egyik legfontosabb szerintem, hogy egyszer elmagyarázom, hogy mi mire való. Tehát bal oldalt itt a térkép, itten oda tudunk ugrani, ahol van, mi nekünk tetszik. Tehát itt vagyunk mi, ez, mi vagyunk a jó fiúk, és itt van az ellenfél, úgymond a pokol. Tehát itt majd meglátjuk, hogy a krippek is milyenek. Na, hát a menü ismertetés, bal oldalt fent, menü. Visszamegyünk a játékba. Második résznél van egy alapértelmezett összeállítás, ide nem tudom miket szoktam berakni, mert sose figyeltem. A második, itt vannak a hősök, ki hány ölést csinált, hányszor halt meg, hányszor kért segítséget, botok neve, játékosok neve, milyen szinten vannak, és ilyenek. A harmadik egy csapatnapló, itt fogja írni, hogy ki mennyiszer halt meg, vagy hogy mit tudom én, na mindegy. Tehát itt is adatokat közölnek. Megosztott egységirányítás, hogy ezt se tudom pontosan, hogy mi. És vannak itt ilyen beállítások. Fent mutatja, bal oldalt vagyunk mi. Jobb oldalt van az ellenség. Itt van nappal, délelőtt, hogy milyen év időszak, mert van nappal és éjszaka. Tehát az idő, ahogy forog, úgy sötétedik, világosodik, attól függ, milyen jó idő van. Hát kb. Ennyi. Lent itt a map. A mellette itt vagyunk mi, hogy kivel vagyunk mi. Tehát ezek vagyunk mi. Itt, hogy milyen levelen vagyunk, tehát milyen szinten vagyunk, és mennyi a szintnek a töltöttsége. Mellette itt van a támadási sebesség. Ezt írja. Itt mindenre, ha rámegyünk, mutat információkat pontosan róla. Páncélunkról, a sebességről, mit tudom én mi. Mellette itt van, ez nagyon fontos. Itt van a három fő tulajdonság erő. Ügyesség és intelligencia. Tehát mikor kiválasztjuk a hősünket, olyankor mindig olyat kell válaszunk, amelyik szerintünk a legjobban megfelel. Mert van, amiknek az intelligenciája nagyobb, van, amiknek az ügyesség, és van, amiknek az ereje. Na hát ezt mindenki kitapasztalja majd játék közben, hogy neki melyik a jobb. Mellette itt vannak a négy vagy öt
úgymond képességei a mi hősünknek. Hát ezek fognak majd minden szintet, mikor feljebb jutunk minden szinten, ez folyamatosan fog változni. Tehát mindig újabb-újabb szintre kerülünk azban a négy képességben is. Mellette itt van, hogy miket vásároltunk mi, ezt én most eladom. De nem adom el, mindegy. Tehát ide kerülnek, amiket mi megvásárolunk, plusz képességeket. Tehát lehet gyorsaságot, erőt, intelligenciát, mit tudom én, minden francot. Itt van mellette egy alapfutár. Van nekünk futárunk is, akit meg lehet vásárolni. Itt van egy kis szamár. Ez nagyon fontos, mert itt van a bolt, rákattintunk, itt tudunk venni magunknak kiegészítőket. A játék kezdetén én javaslom mindenkinek a Butok Speed-et vásárlását, mert ez plusz 50 mozgási sebességet ad, így hogyha elkezdenek minket támadni, akkor van időnk. Nagyobb esélyünk van arra, hogy el tudunk menekülni. Na, tehát itt van négy fő csoport, van a kezdőtárgyak. A rendszer nekünk meg is mutatja, hogy miket javasol ő nekünk, hogy vásároljunk a mi hősünkhöz. Tehát ez attól függ, milyen hőst választunk a játék elején, mert itt az szerint fogja nekünk betenni, hogy mi lenne a legjobb, hogyha mi azokat összeraknánk. Tehát a játék felajánlja nekünk, hogy szerinte mi lenne a mi hősünkhöz a legmegfelelőbb. Ezt lehet követni, és általában működik is. Én az első szintet kiszoktam hagyni. Tehát ezt mindenki ráviszi az egeret, és megnézi, hogy mi pontosan mire való, mert minden hőshöz más van szinte. Úgyhogy ezt most nem kezdem el magyarázni, mert felesleges. Írja, hogy a játék elején miket érdemes leghamarabb összerakni. Tehát az a fontos, hogy legelőször, mikor kezdjük a játékot, akkor ezeket javasolt. Utána, mikor már vagyunk második, harmadik, negyedik szinten, akkor válasszuk tovább. És így tovább, mikor ezek megvannak, válasszuk ezeket, utána ezeket. Viszont nem muszáj mindent megvenni, mert felesleges, és úgyse lesz annyi pénzünk, hogy most mindent megvegyünk, és meg is tartsuk. Idővel úgyis eladjuk ezeket a kezdő tárgyakat, és vagy tovább fejlesszük helyzetfüggő tárgyakká. Hát itt baloldalt van az, ami javasolt. Mi is megvesszük most például ezt a cipőt, hogy adjon nekünk 50, plusz 50 sebességet, és veszünk healing szélt. Tehát ez életerő visszatöltődés. Erre rákattintunk, majd ráteszünk a hősünkre, és feltöltődik élettel. Ettől jobbra vannak az elfogyasztható cuccok. Tehát itt is lehet vásárolni, meg lehet venni szamarat, lehet hozzá venni repülőszamarat, hogy gyorsabban megy akkor, hogyha repül. És ilyesmi. Vannak a tulajdonságok, azt is lehet itt vásárolni. Fegyverzetet és misztikus cuccokat. Van emellett még egy fejlesztések menü, és itt is rengeteg kiegészítő van. Látjátok, hogy rengeteg dolgot lehet vásárolni a hősünkhöz. De még egy fontos dolog, hogyha rákattintunk a cipőre, azt is mutatja, hogy ebből mit lehet tovább fejleszteni. Tehát itt is van mozgási sebességet, tehát lehet ötfajta cipőt fejleszteni tovább ebből a cipőből. De mi nekünk, mivel ez a hősünk van, nekünk itt be is teszi, hogy ez lenne nekünk a legjavasoltabb, ez a Power Trade. De ide rákattintunk, látjuk, hogy itt is itt van. Hát ezekre right-klikkel, vagy rendes klikkel is rá lehet menni, shift-klikkel, és akkor előre ki lehet választani, és mikor van pénzünk, ezt automatikusan megvásárolja. Tehát right-klikkel lehet venni. Tovább így van ezek is, ezek a képességek is. Rákattintunk mindenre, és mutatja, hogy melyikhez mi kell még. És írja pontosan, hogy ehhez is titkosboltba kell megvásárolni, ezt is titkosboltba, ehhez pedig nincs elég aranyunk. Hogyha összegyűlik mind a 2225 arany, akkor ide jövünk, és meg tudjuk itt is vásárolni egyszerre. De összerakhatjuk mi darabonként is, ahogy van egy-egy kis pénzünk. Na, tehát maga a bolt használatáról szerintem ennyi most elég is. Itt még baloldalt van ez a menü, hogy a szamarunk úgy hozza ki nekünk a megvásárolást, mert na igen, ez a másik, hogy nem muszáj mi mindig ide jöjjünk vásárolni, mert mondjuk ha itt vagyunk, ahol ezek már harcolnak, és itt választunk a boltba valamit, akkor rákattintunk erre, és nekünk a szamarunk kihozza azt a tárgyat, amit mi megvásároltunk. És utána szépen visszajön, és akkor nem kell még ide bejöjjünk feleslegesen. Na,
Ami fontos még itt van a fejlesztések. Ezt a rákattintunk, vagy az óbetű megnyomásával jönnek elő. És itt is mutatja már, hogy milyen fejlesztéseink vannak nekünk. És mindegyikhez van hozzápárosítva egy-egy gomb. Tehát a legelső mindig a Q, a mellette lévő a W, E, R. Így könnyű billentyűzetről nem kell állandóan kattintgatni össze-vissza. Fontos még itt jobb oldalt lent van ez a Leap of Fortification. Erre ha rákattintunk, akkor ezeket a tornyokat nem tudják lerombolni, mit tudom én mennyi ideig. Pár másodperc összesen, hogy hiába ütik, nem történik semmi. Tehát nem hiába ütik, mert nem tudják lerombolni. Igen. A másik fontos dolog, hogy hol vannak ezek a rejtett boltok. Tehát itt van egy rejtett bolt, ide jövünk, rákattintunk, és itt is vannak képességek, amiket tudunk vásárolni hősünkhöz. Rengeteg képességet, hogy kirakjunk, például ezeket, kellenek hozzá innen is cuccok. Tehát ide kell mindig jönni és megvásárolni. Itt van egy, itt is van egy ilyen rejtett cucc, itt már másokat lehet, más dolgokat lehet vásárolni. Illetve itt is van még egy rejtett cucc. És itt. Tehát több helyen is van a pályán. Na, hát egyelőre induljunk is el mi is, mert még van mit megmutassak. Ezek a tornyaink, ezek a krippek, ezek a mi segédeink, ők segítenek nekünk fejlődni. Meg az ellenséget leszedni. Na hát ők már 8-as szinten vannak, én meg még sehol, úgyhogy elég nagy bajba leszek most már. De legalább bemutattam a dolgokat. Még mutatok egy érdekességet. Tehát itt van a félmező, úgymond, tehát ez az oldal a miénk, ez már az ellenségé. Nekünk az a lényeg, hogy leromboljuk ezt, az ellenségnél a főbázist. Itt ha jövünk, itt vannak még plusz ajándékok, dupla sebzés. Például erre rákattintunk, akkor felvettünk egy ilyen dupla sebzést, amit most mi fel is használunk, mert gyengék vagyunk, és jól jön majd. Ha duplán sebzünk, növeljük a szintünket. Használjuk a dupla képességeinket. Kis... Ne azokat üssed, bakker. Lehet klikkelni itt folyamatosan rájuk, hogy mit akarunk, hogy nyírbáljunk. Természetesen persze ezek mindig minket követnek inkább, mert a... Itt el tudunk bujkálni itt a... ezek között is. De jó, hogy mindenki én utánam jön. Na, tehát ez itt egy... Itt vannak még ilyen plusz állatkák, amiket ki tudunk nyírni, hogy plusz pénzt szerezzünk. Illetve, hogy fejlesszük magunkat, hogyha nincs pénzünk, vagy valami. És itt van egy nagyon fontos dolog. Itt van egy nagy sárkány, Roshan, aki 30-as szinten van. Mi soha nem leszünk 30-as szinten, mivel csak 25 szint van normálisan, de ő 30-as szintű, 8000 élete van, és rengeteg ereje. Őt ha megöljük, akkor kapunk halhatatlanságot. Tehát egyszer, ha meghalunk, azonnal fel is éledünk. Mert máskülönben egy bizonyos időbe telik, míg helyre jövünk. Ha elérünk egy ilyen 18-19-20-as szintre, akkor megölhető. Roshan is. Fel tudjuk használni a cuccunkat. Ha rákattintunk, tudunk teleportálni, eljutottunk második szintre, vásároljuk tovább a dolgokat. Na, hát én visszajövök haza. Habár nem is jövök vissza, hanem itt vásárolok életerőt. És a szamáról idehozatom. És ő most nekem ide fogja hozni, amit vásároltam. És így nem kell, én bemenjek. Megvárjuk, míg ideér, majd veszünk neki szárnyat is, hogy gyorsabban jöjjön ide. Na, hát azt hiszem, hogy én ide fel fogok jönni, mert ott nincs senki. Tehát látszik, hogy jobb oldalt védenek, középen védenek, ide jött, ide adta nekünk, és megyen is tovább. Rákattintunk erre, utána a mi hősünkre, így feltöltődünk élettel. Na, hát jövünk is ide fel, hogy legyen itt is valaki. Hogy fejlődjünk mi is kicsit, mert nagyon nagy lemaradásban vagyunk, szóval nem hiszem, hogy most győzni fogunk, de majd meglátjuk.
Hát ők már 8-as szinten vannak, én meg sehol. Tehát ez lenne a lényeg. Most megyünk és próbálunk lerombolni mindent, hogy eljussunk a bázisukhoz és tönkre tegyük őket. Ezeket a krippeket kell elsősorban kinyírni. Harmadik szint. Lassan-lassan fejlődünk. De még így is nagyon nagy a lemaradásunk. Itt van, írja, hogy mennyi aranyunk van. Ez fontos, mert így tudjuk meg, hogy mit vásárolhatunk, tehát arany nélkül nem tudunk semmit. Az aranyat, ahogy látjátok, ahogy megöljük ezeket a kis szarokat, ha miénk az utolsó ütés, akkor több aranyat kapunk. Na hát én jövök és vásárolok egy ring, tehát egy életerő feltöltődést. Nem vásárolhatsz. Mi van? Nincs engedélyezve az automatikus vásárlás. Mi az anyád? Valamit nem jó. Vagy az ott nem titkos volt? Na hát visszajövünk ide, mert itt mindig szokott működni a dolog. Beraktam ide. Ringo fért. Nem vásárolhatsz az automatikus. Hát bazd meg, nem... állítottam én be semmilyen automatikus vásárlást. Valami itten nem jó. Fél. Játék. Ja, automatikus vásárlás ki. Hülye fejjel beállítottam. Ha nem maradunk, meg is vesszük akkor. Ring of Field. Na, ez az. Megyünk tovább, mert ahogy látjuk, jönnek a szörnyeink. Ha rákattintunk ide a képünkre, akkor látjuk, ahogy mi folyamatosan repülünk, és ahogy haladunk. Tehát ez jó dolog, mert nem kell állandóan kattintgatni, hogy lássuk, hogy mi van. Tehát a fejlesztéseket úgy tudjuk, rákattintunk, majd oda kattintunk az egérrel, amit akarunk tovább fejleszteni. Ez nagyon fontos. És tudunk visszajönni, ami tornyunk akkor védeni fog minket. És könnyebben kinyírjuk az ellenfelet. Tehát itt van ez 10-es szinten, inkább nem megyünk neki. Mi inkább fejlődünk egyelőre, mert 3-as, 4-es szinten hiába megyek neki, mert kb. 2 ütéssel megöl. Úgyhogy megpróbálunk felfejlődni a szintjére. Ő most, hogyha itt nem jön támadni, akkor ő nem nagyon tud fejlődni. Úgyhogy az nekünk csak jó. Viszont én folyamatosan fejlődök, mert támadok. Hát maga ez lenne a lényeg a játékban. Most végigjátszom, hogy lássátok, hogy mi lesz egész a végéig. Hogy mutassak meg mindent. Remélem, hogy mindenről beszéltem eddig. Majd ha még időközben eszembe jut valami, akkor még azt elmondom. Hogyha nem, akkor írjatok kommentet, és magyarázok szívesen mindenkinek bármiről. Valószínűleg meg fogok halni párszor, de ez teljesen normális, mert nem nagyon van olyan, aki végig megy úgy, hogy ne hallja meg egyszer se, főleg úgy, hogyha tényleg támad és játszik normálisan. Én ajánlom mindenkinek, hogy először ilyen váróba játszon, míg nagyjából megtanulja mi mire való, kiválassza a kedvenc hősét, és akkor azzal tanulja meg először normálisan játszani egy hőssel, addig fejlesszel, nézze, hogy pont mi hogy kellene, hogy legyen, hogy jó legyen. Utána pedig akár milyen hőssel játszhat, és mehet online játszani is. De addig, míg nem vagytok tisztában a dolgokkal, addig teljesen felesleges. Most használunk egy
varázslatot, a Q-t. Hát, meg tudnánk ölni. Ah, nem, 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 vissza, vissza, vissza. Hát, ez még így korán van. 6-os szinttel én őt megöljem. De azért ráijesztettünk rendesen. Vonuljunk vissza, mert nem lesz így jó. Vásároljunk a boltba egy kis, de nem vásárolunk semmit. Lássuk, hogy mit rakjunk ki. Tehát én erre hajtok. Veszünk egy ilyet, és ide hozatjuk a szamára. Életünk az újra töltődik, mert azért vettük ezt, mert ez plusz 5 életerő töltődést ad. Tehát minden másodpercben plusz 5 életerővel leszünk erősebbek. És a szamarunk jön is, és hozza nekünk a... Vonuljunk vissza, mert a torony nagyon erős. De nem annyira, hogy itt van a... Már valaki vett neki szárnyat, ez az. És meg is vettük a cuccokat. Ide is hozta nekünk, és ide is adta. Így nem kell nekünk visszamenni. Nagyon praktikus és hasznos. Ez az egyben nem volt benne, tudomásom szerint, mert nem emlékszett rá. Tehát... Vannak benne ilyen újítások a játékban, ami nagyon hasznosak. Viszont az biztos, hogy kell hozzá egy viszonylag jó egér, különben pár hónap játék után átjukad. Volt már rá példa. Újabb szintet léptünk. Megpróbáljuk most már a tornyot tönkretenni, ha úgyis itt van ez a kilövő cuccunk. Ez az, mert a torony elég sokat ér, szóval... Ez megvan. És írja itt, hogy Radiant lerombolt egy tornyot, mivel nem én voltam az utolsó ütő, ezért a csapatnak a nevét így mondja. Én visszamegyek, hogy vásároljak még a kiegészítőt, hogy ebből a három tárgyból, ahogy látjátok, itt rámentem, és írja, hogy milyen tárgyak kellenek hozzá, és itten csak rákattintunk, nincs, ez nem titkos bolt. És ki is írja, hogy itt a titkos bolt, tehát felkiáltó jelzi, hogy ide jöjjek, hogyha titkos boltot akarok. Tehát itt rákattintok erre, és azonnal össze fogja rakni a ezt, hogy ide ér a hősünk. Tehát a titkos boltból, ha kell valami, ahhoz ide kell jönni, tehát nincs megoldás. Ahogy látjátok, össze is raktam. Következőre én ezt próbálom összerakni, mivel nekem már van egy stratégiám, úgymond, és én azt próbálom követni. Most jövünk középre segíteni, mert látom, innen eltűntek. Leromboljuk ezt a tornyot is. Most már elég erősek vagyunk. Akárhogy egyedül is neki menjünk valaminek. Fent ketten is vannak. Csodálatos. Tehát 12-es szinten vannak, én 8-oson. Tehát jövök én lassan-lassan fel. De hozzá kell tenni, hogy ezek könnyű botok, szóval... Online-nal játszok, akkor az sokkal durvább. De ezután, a videó után valószínűleg fogok egy olyan videót is csinálni, hogy lássátok, akit érdekel, az láthassa, hogy milyen valójában. Tehát egy online ellenfelek ellen játék. Ennek adunk egy a Q-val egy ilyen ütést, tehát ezzel blokkoljuk őt, hogy nem nagyon tudjon mozogni és varázsolni. Ez nagyon hasznos, mert lelassítjuk. Így nekem több időm van támadni. Szaladjunk, meneküljünk, és még így is utánunk lő. Mindjárt meg lesz a 9-es szint. Most gyűjtünk 1400 aranyat, hogy rakjuk ki a fejlettebb cipőt, mert az támadási sebességet ad. És egyéb dolgokat. És plusz gyorsaságot, ami jól jön, hogyha valaki például menekülni akar, akkor utána megyek és elég könnyen megölhetem.
Hát itt van ez a zöldség, ez az életerőnek, tehát az életünk, hogy milyen sok életünk van. Alatta a manacsik, tehát ez a kék, ez a varázslatokhoz kell. Mert hogyha ez elfogy, akkor nem tudunk varázsolni. Tehát nem tudjuk használni a Q-t, W-t, E-t, meg ilyesmit. Hát én nekem itt ez a kettő automatikus, ehhez nem kell semmilyen gombot lenyomni. De az első, mint írja is ott, hogy Q betű használata kell. Ezt mi tudjuk állítani más gombokra is, hogyha akarjuk a beállításoknál, de szerintem így nagyon is kézzel. Mindjárt kész is lerombolt, most már nem megyek el, míg nem rombolom le. Ez az. Tehát ezért kaptam majdnem 500 aranyat. Írés, hogy STB videó, Viper, zárójárba a hősünk neve, ledombolt egy tornya. Ha Steamet magyarra állítjuk, akkor magyarul fog a magyar lesz a játékban is a leírások, az ilyesmi. Könnyebben megértjük, hogy mi mire való. Tehát még egy tornyot leszettünk. Most addig megyek, míg megpróbálom ezt a következő tornyot is leszedni. Tehát elvileg van elég aranyam ahhoz, hogy megvegyem ezt. Így a kis hősünkkel ide is hozatom. Plusz még a következőhöz ezt is megvesszük. És ezt majd utána, mert mindegy, most már elindult. Ide teszünk nekünk talomba, amit megvásároltunk, de még nem kaptuk meg. És ezt utólag vissza el tudjuk hozatni vele újra. Hát visszajövünk, itt is van, ide adja nekünk, így van, meg is kaptuk, felfejlődött, és most már gyorsabbak vagyunk. Itt ha rámegyünk, akkor érje, hogy kiválasztott tulajdonságunkat növeli, életerő, vagy sebességünket, és ilyesmit. Tehát most már egyre erősebbek vagyunk. Azért még visszavonulunk, mert ők jönnek a krippek is, és ott egy hős is. Mondja nekünk folyamatosan, hogy top tower, tehát fent támadnak. Ami nem jó, de most én itt vagyok, szóval nem megyek oda egyelőre. Ide hozatom még, amit vásároltam. Adunk neki egy varázslatot. Ne legyen olyan jó kedve. Your top tower is under attack. Yes. Menekülünk egy csöppet. Megtámadjuk ismét. Your top tower has fallen. Vissza jövünk. Jó, megkaptuk ide hozta a szamarunkat, többi cuccot is. Újra varázsoljuk. Legalább megfélemlítjük egy kicsit. Visszavonulunk inkább, mert nem szeretnék meghalni. Mert akkor akár egy percig is eltartod, vagy több mint egy percig még újra éledek. És addig ők letámadhatnak. Szóval azért ügyelni kell ahhoz, hogy arra, hogy ne halljunk meg, ha nem muszáj. Na jó. Mehetünk is tovább. Újra megvarázsoljuk. Megtámadjuk. És most már nem engedjük. De most már menekülés, mert a torony minket vett célba. A krippeket gyorsan leszedjük. Megtámadott. Azért visszatámadunk mi is. Na hát, most egyelőre kicsit pihentetem a dolgot, mert fel kell töltődjek élettel. És addig itt maradunk.
Tehát látjátok, itt is kére, hogy R betű, mert ezt a képességünket is tudjuk használni. Na hát jött egy segítség. De látom, megy is tovább. Itt fent írja, hogy 0-0, ez azt jelenti, hogy hány hőst öltünk meg eddig. Tehát a csapatunk hány hőst ölt meg, és az ellenfél is, hogy mennyi. Golden cargo. I roam. Sweet salvation. Megtámadjuk ismét. Visszavonulunk, mert torony fog megölni minket. Újra vissza. Látjátok, a torony nagyon nagy sebzést ad, szóval vigyázni kell vele. Akit idegesítenek ezek a hangok, menüben kikapcsolhatja. Majd mindjárt vásárol még egy kis erőt és ilyesmit, hogy még erősebb legyen az üzésünk. Megtámadtak. Egyedül nem megyünk nekük még egyelőre, mert még nem vagyunk elég erősek. Még mindig csak 12-es szinten vagyunk. Hát 25 szint van összesen. Here's poison in your eyes. My fangs sharpen. Swiftly. Most megpróbáljuk a tornyot lerombolni. Ám megtámadnak minket. Megtámadjuk mi is. Minden varázslatunkkal. De most már visszavonulunk, mert megöl minket. Még egyszer megtámadjuk. Ott nagyon bejöttek. Mindegy, most már ezt még itten leromboljuk. Hogy inkább jöjjenek ők is visszavédeni. Ez az. Bejutottak egész idáig. Na, most még ezek jönni kell. Segítek, aztán visszamegyek. Jövök egyenesen ide. Habár most már jól van, oda ment az egyik, és nem lesz baj. Akkor visszajövök ide, vásárolok. Tehát még kell hozzá nekünk ez. Ez ügyességet, támadási sebességet ad. És ide hozatjuk. Tehát most már még gyorsabbak leszünk. Ügyesebbek. Hát most már látszik, hogy ezek, hogyha ütnek, nem nagyon változik semmi. Tehát nem megy le az életerőm a krippek támadásától. Ja igen, és még egy fontos dolog. A krippek megnőnek, hogyha az ellenfélnek az épületeit leromboljuk. Tehát egyre nagyobbak lesznek. Na, megtámadjuk ezt a kettő hőst. És megpróbáljuk kinyírni. Csak hiába. Mert azért ők is erősek, és én még mindig csak 14-es szinten vagyok, de ők is 15-12, szóval, hogy látjátok, ők nem sokat fejlődtek, ahhoz képest, hogy én mennyit fejlődtem. Na, őt most megpróbáljuk kinyírni.
És ha minden jól megy, sikerülni fog. És nem sikerül, de! De nem, nem, bassza meg! Hülye torony! Majdnem összejött. Na még egy szintet, vagy kettőt lépek, és könnyebb lesz sokkal. Vajon hova menekült? Na mindegy. Visszajövünk ide. Visszajött ismét. Ismét megtámadjuk. Hát, ha nem tud elmenekülni. Á, nincs elég manám, varázserőm. Na mindegy. Újra itt van. Ó, megint. Ne, megöl, megöl. Asszály. Na hát visszamegyünk. Kicsit tovább töltődni. Ha ide visszajövünk, itt sokkal gyorsabban töltődünk fel újra. Tehát ez teleportál minket egy baráti célépülethez. Ezt el is használjuk, mert mindjárt nem lesz helyünk a többi szusznak. Hát nézzétek meg, milyen gyorsan fog feltöltődni az erőnk. És az életünk és a manánk. Egyelőre nem vásárolok semmit, mert ezt akarjuk kirakni, és még kell hozzá 2100 arany, ami viszonylag gyorsan meg is lesz. Na most ide teleportálok, ide, és itt is megpróbálok. Ezeket is itt kinyírjuk. Hogy ne tudjanak támadni az ellenfél, hanem csak a védekezéssel foglalkozzanak, így nekünk több erőnk van. Több időnk van felfejlődni és lerombolni őket. Mert ha meggyengítjük őket minden ponton, akkor bajba kerülnek. Tehát mikor elérünk a 15-ös szinthez, akkor tudjuk fejleszteni tovább a képességeinket is. Tehát és akkor rákattintunk majd ide a képességekre. Hát megtámadjuk most ezt. És ha minden jól megy, meg is öltük. Tehát megöltük az első. Írja is, hogy egy megölés, és az én voltam. Így van. Hát az enyém az első gyilkolás. Most pedig a tornyot addig nem megyek el, míg nem ölöm meg. Hiába engem lő, kész, vége. Most már mindenkit megölök egyedül. Most már nagyon erősek vagyunk. És 25-ös szintig még rengeteg van. Megvásároljuk ezt is. És idehozatjuk. Most behatolunk itt is egész a bejáratig. Nem megyünk sehova. Most már itt vagyunk. Kicsit elhúzódunk, hogy azért ne vegye le nagyon az életünket, várjuk a segítséget, amit nagyon gyorsan lerombolunk. Hát ő 19 szintű, szóval nem biztos, hogy könnyű dolgunk lesz. Ellene. Szóval inkább nem megyek neki egyedül. Megvárjuk a krippeket is. Kicsit nehezebb lett, mint gondolom. Tehát látszik, hogy kiraktuk ezt is. Ezeket itt tudjuk pakolni össze-vissza, ahogy nekünk tetszik. Most itt valamiért nem akarja. Na mindegy. Most már tényleg leromboljuk ezt. Már is megint minket lő. Na most azt. És megint engem. Ó, két hős is.
Elég bajba vagyunk most, úgy tűnik. Látjátok, most már ők védekeznek, mert bajba lesznek, hogyha itt is ezt is leromboljuk. Visszavonulás, mert a torony is. Na most már őt kinyírjuk. Ez az. Ő is meghalt. Hát írja itt, még van 46 másodperce, hogy még újraéled, szóval addig még van idő. Bőven. Hát most már, most csak ketten vannak, az, ami nekünk nagyon jó. Mert kevesebb védelmük van. És ezt is leromboltuk. Kész. Most egyedül vagyok mindenkire, de egyedül is elbánok velük. És megyünk, hogy leromboljuk a, ezt a tornyukat is. Meglátjuk, mennyi sikerrel. És akkor nagyon meggyengítjük őket, mert a bejárat is szabad. Visszavonulunk egyelőre. Jön egy ős is. Nem. Nem pazaroljuk a manánkat. Ő 13-as szintű, simán megöljük, megölöm, hogyha nem lenne itt ez a torony. Csak ő, a torony nagyon erős, szóval nem nagyon szabad vele újat húzni. Viszont ezekkel most már elbánok. Megvárjuk az erősítést. Van 4000 aranyunk, legközelebb sebzés, támadás, sebesség, erő. Hát, ezt fogjuk megvenni. Most már csak akkor, mikor összegyűl rá a pénz, hogy egyben megvegyem, mert nem akarok visszamenni. Most nem húzom az időt. Látjátok, most erősítették meg a tornyokat. Ilyenkor hiába ütöm, nem történik semmi. De ez mostanig tartott, szóval... Na, őt megöljük. És vége. Tehát most már ilyen fejlett vagyok, hogy így viszonylag egyszerűen megölöm. Tehát 19 szinten torony is megvan, ezek is megvannak. Huszadik szinten vagyunk, most már megvásároljuk. Erő, életerő. Lássuk, mit vegyünk. Sebzés. Vegyünk ilyen erőt. Megvesszük ezt. Ehhez kell titkos volt. Faszki! Miért vette meg négyszer? Ehhez pedig megyünk titkos boltba. Eljövünk ide, utána meg kinyírjuk őket. Ezt idehozatom vele addig. Tehát ezt rakjuk ki, kell hozzá ez, és ez. Most hozza nekünk a cuccunkat. Kis replők, szamár. És még mindig marad viszonylag sok pénzünk. Utána jövök, lerombolok itt középen, hogy két helyről tudjanak. Nem, először jövök ezt, azért kicsit húzzuk az időt, hogy legyen élvezetesebb. És felfejlődök 25-ös szintre.
Következő, amit meg fogunk venni, az ez lesz. Ha nem fogjuk addig lerombolni őket. Tehát most már van annyi erőm és minden, hogy egyedül neki megyek egy toronynak. Az életerőm is alig megy le. Szóval ezeket most kinyírom először. Lehet rázumolni jobban a scrollal. Tehát látjátok, hogy hiába üt, nem nagyon változik az életem, de őt is nagyon védik most. Mindjárt kinyírom a sárkányt is rosan, hogy lássátok az is milyen. Most már tényleg, de nem tudom, hogy költődik ilyen gyorsan vissza élettel, máskor sokkal könnyebben meg a listünkre megy. Ezeket nem is lövöm és mégis veszi az életét, mert a kígyó mérge az megöli őket lassan. Így hozzájuk se kell érjek. Na, ezek is felértek most már, segítenek nekem. Így azért könnyebb kicsit. Ez az, most már leromboljuk. Újabb szint. Most már bejövünk, ezt is leromboljuk. Először ezeket segítek, ezek, hogy az én creepjeim könnyebben hoppá jönnek támadni. Ezt leszedjük, hogy a creepjeimnek legyen könnyebb dolga. Dolguk legyen. Hát itt látszik, most már nagyon bejöttek. Na, benyomták megint a védelmet. Eddig tartott. Na, jövök, kinyírom a nagy sárkányt. Haha. És ha meghalok, akkor se lesz probléma, mert azonnal újra éledek. The enemy's middle tower has fallen. Ő rajta is fog a varázslat, szóval plusz erőt ad, mert lelassítjuk. Á, most megütött. Hát addig megnézem, ezek itt mit műveltek. Hát majdnem mindent leromboltak a creepjeim. Na hát most hátra tesszük a kezünket és megvárjuk, míg meghal. Azért rásegítünk egy kicsit, lelassítjuk. Ne tudjon olyan virgonc lenni. Nagyon remélem, hogy én fogok nyerni. Á, most le varázsolt ő is. Rosszán. Á, meg fog halni. Basszus, nagyon sokat varázsol. És megöl. Á. Hát ilyen nincs. Na, csak megölöm.
oké, itt vége. Újabb szintet léptünk, és itt van ez a immortál. Tehát hiába halunk meg. Reinkarnáció. Na ide jövünk középre, segítünk ezeknek. Nagyon ide jöttek. Hát most már akár kijön nekem, simán leverem. Á, nem is jövök, inkább felfele, mert elbánok magamba is mindenkivel, ezek itt pedig el lesznek. Meg nincs veszteni valóm, ha meg is halok. Összegyűjtjük a 6000 aranyat, utána megvásároljuk azt a cuccot. És tényleg lehetetlen, hogy akárki is leszedje minket. És már nem fogom, nem próbálom meg őket kinyírni, még nem jutok el tényleg 25-ös szintre. Na, inkább a toronnyal foglalkozok. Tehát megvan. Ez a torony már nincs meg, akkor jövünk ide. Nem, lejövünk ide a titkos boltba, mert úgyis fog kelleni innen valami. Tehát megveszjük ezt. Mi kell ehhez? Ezt lentről hozzák, megint kettőt vettem belőle. Ezt is lentről hozzák, ezt pedig innen vásároljuk. Nincs elég arany, 3300. Na nem baj. Ezt leteszem. Egyelőre ki tudjuk húzni, és nincs eldobás. Na jó, akkor. 3300. Még egy kicsit várunk. És most megvesszük a kis emberkénkkel, és szamarunkkal pedig ide hozatjuk a cuccot. Amiket vásároltunk. Milyen aranyos. The enemy's middle tower has fallen. Most már ez az egy krippit, ez főbázisukat üti. Tehát most már jövök én is, most már csak nem érem el a 25-ös szintet, mert egyszerűen lehetetlen. Tehát összeraktuk ezt is, ha hatatlan vagyok, ezt meg is ölöm. Hát rengeteg erő van most már. Nagyon gyorsak vagyunk, nagyon erősek vagyunk. Nem, nem tud most már mit művelni. Tehát végük van most már. Bejövök a bázisára és itt ölöm meg. És kész, nyertünk is. Na hát ez lett volna a Dota 2 végigjátszás. Végigjátszás, tehát bemutató tutorial. Látottátok, hogy nagyjából mit, hogy kell csinálni. És itt írja a legvégén, hogy 3 embert öltem meg, a többiek egyet sem. Az ellenfél se senki, de hát ez azért is, mert gyengék voltak. 49, majdnem 50 perc volt maga a játékidő. Na, tehát ennyi. Pontot ezért nem kapunk, csak hogyha online játszunk. Ha tetszett a bemutató, a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, szóljatok hozzá. Illetve, hogyha akartok ti is játszani, akkor írjatok nyugodtan, és játszhatunk. Na hát, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a Dota 2 játék. Sziasztok!